Szia, anya! Nem dolgozom. Nem tudom, egy óra múlva visszahívlak, jó? Na, de addig rezgőre rakom magam. Óksa? Na, puszi! Rendkívüli helyszínen, a színház előcsarnokában zajlik az előadás. Frank Ildikó végig a színen játszik, ő a riporter. Az operatőr a szerep szerint Tatai Gergő szintén folyamatosan toppon van, árnyékként követi riporterét. Ez a munka már csak ilyen. A feladat nagy kihívás mindkettőjüknek, hiszen több mint egy órán át kézben kell tartani az előadást. Eleve az, hogy itt egy színháznak a foajéjában vagyunk, az előcsarnokában, ez egy rendkívüli helyzet. Izgatottan várjuk, hogy a néző erre hogy reagál, és hát ahogy ő reagál, annak függvényében kell nekünk is folyamatosan reagálni és jelen lenni. Tehát ez egy valahogy ilyen egészen furcsa, ilyen szimbiózis lesz a nézővel, hiszen egy térben vagyunk, nem mi a színpadon ágálunk, ők meg szépen ülnek és néznek, hanem ez egy, tehát ilyen együtt lélegzés, együtt élés lesz a nézővel, ami tényleg, hát ez ma fog kiderülni, hogy akkor ezt ők hogy veszik, és mi hogy tudunk reagálni, és hogy tudunk élők maradni, úgyhogy ott vagyunk mellettük. A darabban a hétköznapi emberek véleménye nyilvánul meg napjaink jellemző problémás kérdéseiről, ilyen például a közélet, a politika. A választás, meg a politika az manapság Magyarországon olyan dolog, ami, tehát olyan, mint a foci, hogy mindenkinek van róla véleménye, akkor is, hogyha fogalma nincs, meg nem olvasott utána, és hát itt nagyjából olyan embereket mutatunk fel, akik nem olvasnak utána, de azért véleményük igenis van a dolgokról. Tehát ez így a magyar, mai magyar valóságnak egy leképezése, amit itt mi megpróbálunk most ide az előcsarnokba hozni a nézőnek. Jó napot kívánok, asszonyom! Önnek ugye vannak gyermekei? Igen, kettő is. Érdekli Önt a politika? Mit lehet erre mondani? Amit gondol? Mit változtatna ezen az országon? Hát, sok minden volna. És például mit? Nem is tudom. Milyen vezetőt látna szívesen az ország élén? Micsoda? Milyen vezetőt látna szívesen az ország élén? Balogh Robert közmagyar című darabja tartalmilag a mai magyar valóság egy szelete. A történet több szálon futott benne. A médiában dolgozott Robert, rádióban, tévében. Ez alatt az idő alatt sokféle interjút készített, sokféle emberrel. Természetesen őt is sokféle hatás érte. Többek között ez motiválta darabja megírásában. 2 évvel ezelőtt láttam egy olyan interjút, amilyet azelőtt én még soha. Hát ilyen vírusvideóként terjedő anyag volt, ami már jó régi volt, de én nem láttam addig, és hát ilyen aluliskolázott embereket kérdeztek közéleti tematikában. Megnéztem egyet, egy nagyon nagyot nevettem, megnéztem a másodikat, és akkor az úgy már úgy ilyen nagyon vegyes érzések, fájdalom is, vagy úgy tényleg így asszociáltam. És amikor a harmadikat láttam, akkor már egy rokon is eszembe jutott, meg így és akkor már tudtam, hogy ebből ez egy drámai helyzet. Ez egy olyan erős szituáció, meg nagyon sok lakást újítottam fel, és nagyon sok emberrel kellett ugye beszélni, olyanokkal, akikkel egyébként nem feltétlenül szoktam, és új nyelveket találtam, meg hát nyitott füllel járok a világba, és tényleg, ha hallok egy erősebb kifejezést, akkor azt vagy fölírom magamnak, vagy tehát egy ilyen jegyzetelős típus vagyok, mert 20 éve csinálom. És mondjuk a magyar közélet nyelve az én felnőtt korom óta oly mértékben durvult el, hogy az néha úgy, hát nem azt mondom, hogy érzékeny gyermeki lelkemnek fáj, de hogy annyiszor eszembe jut a Schweiknek egy mondata, ami ott egy lövészárkok alakultak ki, hogy itt ugye azt mondta, amikor először, hát egy regény alakként azt mondta, hogy először járt lövészárokba, hogy ne lőjetek, itt emberek vannak. És ez mintha elfelejtődött volna, hogy itt tényleg ugyanolyan emberek vannak. Az egyik oldalon, meg a másik oldalon. És akkor ez így, hát most, hogy egy flash-en volt, vagy nem tudod, tehát úgy bevillant valami, akkor így kiírtam belőle, ami élvezetet jelentett, és akkor egy évre rá, akkor a Vince János meg
kérdezett, hogy van-e kész darabom, és mondtam, hogy van kész, de hogy egy ilyen kísérlet sokkal jobban érdekelne, és akkor pályáztunk vele, nyertünk, és akkor a határidő, mint múzsa, kénytelen voltam megírni. Nézőink, megszakítjuk adásunkat, köszöntöm Önöket. Önök a hatos csatornát nézik, Esztert látják élőben Uránvárosból. Mindenki tudja, hogy a 2022-es parlamenti választáson egy ország sorsa múlik. A kampány hatalmas tömegeket mozdított meg. Minden 18 éven felüli választópolgár a határon innen és a határon túl lelkesen igyekszik leadni szavazatát. Robert egyetemista kora óta látogatója a Pécsi Harmadik Színháznak. Itt játszott a csoportjával, egyetemi, majdnem alternatív szintet elérő csapatával. Jól ismeri ezt a színházat, azon kívül a választások alkalmával itt is lehet mindig szavazni. A játék rendhagyó helyszíne a színház előcsarnoka, magyarázattal szolgál. Ha a közbeszéd valamilyen szinten éles szeretne lenni, akkor ugye ez egy választás esetén, ahol A meg B legalább van, vagy van még ilyen egyéb verzió is, de igazából kettő közül kell választani, és akkor ütköznek az érvek. Tehát, hogy az az éles szituáció, és akkor hát én javasoltam azt, hogy akkor úgy játsszuk, hogy a választás előtt játsszuk. És hát ez a drámaírónak a feladata, hogy belejátszon egy-két ilyen korábban megírt magyar művet, tehát vannak finom utalások Örkényre, Spíróra, tehát ezek ami korábban volt, a cím is egyfajta utalás, bár nem a körmagyar, ugye közmagyar, inkább a köz, kicsit a szerkezet hasonló a körbe-körbére a Schnitzler darabra. Szóval ilyen nagyon sok intertextuális játék is van benne. De hát ez egy húsba vágó dolog, és tragédiákat mondanak el olyan emberek, akik általában a médiában nem jutnak szóhoz. Sőt, hogyha színházat nézünk, akkor színházba csak választás idején járnak. És akkor hát hol máshol, ezt nem lehet a nagy színpadon játszani, hanem ez teljesen egyértelmű volt számomra, hogy akkor igenis ide kell jönni az előcsarnokba, ahol ők tényleg lennének. És akkor hát azon szenvedtünk, hogy most legyen-e világítás, vagy ne legyen világítás. Ja, sokáig hajoltam arra, hogy a kamerák miatt kell, hogy legyen világítás, de az se kell. Tehát teljesen egyszerű fényben az előadás nagyobb része az tényleg olyan körülmények között játszódik, mint hogyha választás lenne. A nézőket békén hagyják, de közvetlen köztük zajlik az előadás, olyan, mintha egy tévéfelvételt néznénk. Sokan ráismerhetnek önmagukra vagy másokra, szomszédjaikra, vagy akár szüleikre az előadás során. Az indulatok feloldásában a kiváló muzsikus Rozs Tamás komponált a kórusmű hallható. Mit képzel maga? Az újságokat, az újságírókat, a tévéket, a rádiókat, a cigányokat, a nyugdíjasokat, a tanárokat, az orvosokat, a színházakat, a színészeket, a gyárakat és szakszervezeteket megvesznek mindenkit egy zsák krumpliért.